A Cantus Hungaricus egy fotóalbum, amely a képeken keresztül címeivel Kodály műveit eleveníti fel. Amikor Anna lányunk meg Borbála született, akkor én elhatároztam, hogy Kodályról a gyerekeknek vagy nekik írok egy könyvecskét, vagy cikkeket, vagy tanulmányokat, bocsánat, esszéket, és akkor ez lassan könyvé érett. És akkor melléképeket is kerestem, és egyszer csak önálló életet kezdtek élni a képek. Van két ilyen egyéniség, mint Bartók és Kodály, és ezekkel én mindegyiket 10-10 évet foglalkoztam. Tehát igazából a laikusoknak, vagy gyerekeknek, vagy a nem zeneértőknek lefordítani, hogy kik ők, a műveket magyarázni, és azoknak készült bármilyen különös, akik nem szeretik. Tehát, hogy én tanárember vagyok, ugye azok a legjobb dolgok, amikor valamit megszerettet az emberrel, azokkal, akiknek semmit sem mondott. És aztán én ezeket könyvé szerkesztettem, és 15 évig a Fiókban voltak. Fölszállott a páva a vármegyeházra, sok szegény legénynek szabadulására. Kényes, büszke pávák, napszédítő tollak, hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap. Másképpen lesz végre. Új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már. Várjuk az új magyar csodákat. Igazából ezt én játéknak nevezem. Játéknak, hogy a művek milyen képet hívtak elő bennem. Ugye most már könnyű, mert 50 ezerből választhattam azt az egyet, és tényleg akkor ez így egy játék volt. És a könyv pedig úgy játék, hogy ha valaki megnézi, akkor mi jut eszébe, azonosul-e vele, hogy azt mondja, hogy de érdekes az a kép, nem ismerem ezt a Kodály művet, és meghallgatom. Itt nekem sokkal egyszerűbb volt, mert pontosan tudtam, hogy mit keresek. Ez egy fordított játék volt. Tehát bennem élt az összes Kodály mű, és ha jött valami, jött, ha nem. Szóval egy könyvre az is jellemző, hogy mi hiányzik. Valószínűleg erről fogok beszélni. Ez jutott eszembe, mert egy csomó dolog hiányzik, amit nem tudtam megcsinálni. És az ember igazából rossz dolgot nem tesz le, még ha vannak kompromisszumok is. Van egy nagyon egyszerű válaszom, meg most nem tudom megmutatni, otthon felejtettem azt a képpárt, ami nem szerepel a könyvben, mert színes, és párokba áll. Az egyik felén csuvas asszonyok vannak, a másik felén pedig a Garamszentmihályi úrkoporsónak az apostol figurái. És ehhez egy Kodály idézet, mondat, szentencia tartozik, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és ez több, mint zenéről szól. Tehát arról szól, hogy kik vagyunk, és miért jó magyarnak lenni. Szóval azt mondja Kodály, hogy az egyik kezünket Bach és Palesztrina, a másikat a csuvas és a tatár fogja. Tehát két kultúra egyesítésében élünk, és ezt Közép-Európában kevés nép mondhatja el. Lajtántúl ebből semmit nem értenek. Az fájna, ha itt nem értenék, úgyhogy valószínűleg ezért csinálom ezeket.